A 6-os választókerületben a Ceglédért Független Egyesület önkormányzati képviselő jelöltje Ványi Zsolt, aki általános és középiskolai tanulmányait is Cegléden végezte. A Kossuth Lajos gimnázium elvégzése után autóvillamossági szerelő szakmát, majd a testnevelési egyetemen előbb edzői, utána pedig sportmenedzseri diplomát szerzett. Az Európai Labdarúgó Szövetség, az UEFA a licenciével is rendelkezik. Elnökségi tagja a Ceglédi Vasutas Sportegyesületnek és a Sportlétesítmények Magyarországi Szövetségének. 1994 óta dolgozik a Gál József Sportcsarnokban, ahol szervezési csoportvezetőként kezdett. 2004-től igazgatója, majd a szervezeti átalakítások után 2008 óta ügyvezetője a Ceglédi Sportcsarnok Kft.-nek. 30 éve felnőtt és utánpótlás korosztályoknál labdarúgó edzőként is dolgozik. A stúdióban köszönhetem tehát Ványi Zsoltot. Köszönöm, hogy eljött. Én is köszönöm, és köszöntöm a tisztelt nézőket, köszöntöm Önt is. Az imént elhangzottakhoz van-e kiegészíteni valója? Persze, azért vagyunk itt, hogy kicsit bővebben beszéljünk erről. Nézzük az önéletrajzzal kapcsolatos dolgokat, a körzethez kapcsolatos dolgokat. Ehhez a körzethez köt minden, hiszen dédszülőkig visszanyúlóig már ez a kapcsolat. Itt éltek ők, itt élt nagyapám, aki asztalos mesterként volt ismert és elismert ebben a körzetben. Szüleimmel itt laktunk mi is egy rövid ideig, és immáron 20 éve élek a Vörösmarty téren ebben a körzetben családommal, gyermekeimmel, Flórával, Zsomborral és feleségemmel, Viktóriával. Egyébként ebben a körzetben indultam már képviselő jelöltként, akkor azt a potenciális lehetőséget az összödi beszéd nem tette lehetővé. 30 éve dolgozom a sportcsarnokban, mint hogy ez el is hangzott. Mondhatjuk, hogy végigjártam a szamárlétrát, hiszen szervező voltam, szervezési csoportvezető lettem. Utána intézményként igazgató, majd 2008 óta a Ceglédi Sportcsarnok Kft. Ügyvezetője vagyok. Sportcsarnok mellett a Malomtúszöli Sporttelep, Horgásztanya, Vadászház, Városi Tekepálya tartozik a feladataim közé, ezeknek a működtetése. Ennyi év alatt nagyon sok hazai, nemzetközi sporteseménynek lehettem szervezője, részese, csak úgy, mint kulturális és egyéb szórakoztató eseményeknek is voltam házigazdája. Rendkívül sok tapasztalattal és élménnyel lettem gazdagabb. Büszke vagyok arra, hogy ennek a sportcsarnoknak a megújult 2023-ban átadott Gál József csarnoknak lehetek az igazgatója, és azt hiszem, hogy ez hűen tükrözi, hűen bemutatja ennek a megépülte azt, hogy összefogással bármire képesek lehetünk ebben a városban. Megmutattuk azt, hogy ha összefogunk, akkor nagy eredményeket tudunk elérni. Ezt a beruházást mindenki akarta. Mondhatjuk azt, hogy mindenki hozzátette a tudását, felhasználta kapcsolati tőkéjét azért, hogy megvalósulhasson a Gál József sportcsarnok. Nemtől, felekezettől és politikai hovatartozástól független, és azt hiszem, hogy ebben az időszakban ez a legfontosabb, a politikai hovatartozástól függetlenül. Lehet, hogy furcsa ebben az időszakban, itt a választási kampány közepén vagy derekán összefogásról és összetartozásról beszélni, de én úgy gondolom, hogy aki most képbe van és figyeli a városi eseményeket, azt tudhatja, hogy egy olyan ciklus előtt állunk, amikor erre nagyon nagy szükség lesz. Sejthető, hogy az ipari park beruházás miatti pénz visszafizetési kötelezettség nagy terhet fog a városunkra róni, akár hitelből, akár részletfizetéssel fog ez megtörténni. Nagy kérdés, hogy ez fogja-e, és hogyha fogja, mennyiben fogja érinteni a város intézményhálózatát, a városi cégek működését, a rendezvényeinket, kultúrát, és nem utolsó sorban a sportéletet, illetve ezeknek a szervezeteknek a működését. Ha kell, akkor kell-e forrást elvonnunk valahonnan, és honnan lehet ezek közül, a utóbb felsoroltak közül forrást elvonni. Lehet nekünk képviselőjelöltként, vagy képviselőként, szervezetként bármilyen jó ötletünk, programunk, hogyha ezek mellé, a programok, ötletek mellé nem tudunk forrást rendelni. Nézzük a 6-os választókerületet. Milyen programmal, programpontokkal kívánja megszólítani a
hatos választókerület lakóit? Hát, hogyha a programról beszélünk, akkor itt fontos megemlíteni azt, hogy a Ceglédért Független Egyesület szinte az egyetlen, hanem az egyetlen az összes induló szervezet közül, amelynek minden részletre kiterjedő, az önkormányzatiságra, az intézményi működésre, sportra, kultúrára kidolgozott tervei, elképzelései és programja van. Egyébként ezt a programot az internetes elérhetőségeinken megtalálhatják a kedves érdeklődők. Ha most nézzük a programot, nagyon sok mindenről lehetne beszélni, most inkább közlekedésről három témát. Lehet, hogy nagyívű elképzelésnek tűnik, de és ez már sokszor felvetődött, hiszen mondtam, hogy már indultam választáson. A Ceglédért Független Egyesület többször felvetette már azt, hogy a távolsági buszokat, amellyel jelen helyzetben megoldjuk a helyi tömegközlekedést, tereljük ki a belvárosból. Környezetszennyezés, forgalomcsökkentés miatt erre nagyon nagy szükség lenne. Oldjuk meg ezt a helyi tömegközlekedést elektromos buszokkal, erre vannak pályázati lehetőségek, ezeket mindenképpen meg kell ragadni. Térjünk vissza a közlekedésnél, a parkolásnál egy kicsit a szűkebb munkahelyi közegemre. Ebben az évben várhatóan most már tényleg átadásra kerül a Rákóczi úton a kosárlabdás csarnok. Régóta várjuk már azt is. Na most, ha ez megépül, az még kilátástalanabbá teszi majd a környéken a parkolási lehetőségeket, és még nem beszélünk arról, hogy a gimnázium is működésbe indul majd következő évtől. Ezzel kapcsolatban két dolgon érdemes lenne elgondolkodni. Az egyik, az nem kerül pénzbe, tiltsuk ki azokat a buszokat, amelyek teljesen fölöslegesen ott vannak, egész nap foglalják a parkolóhelyeket. Ez nem hiszem, hogy pénzbe kerül. A másik már igen, érdemes megfontolni azt az ötletet, sajnos nem az enyém volt, hanem Bíres Karcsi bácsi hozta fel ezt egy közmeghallgatáson, de szakemberek megnézték, megvizsgálták ezt, hogy halszálkás parkolókat alakítsunk ki ezen a részen. Ezzel is nem oldjuk meg, de több autót tudunk elhelyezni. Egyébként ezt a parkolási mizériát nem lehet megoldani, hiszen 2010 óta 40%-kal nőtt a gépjárművek száma Cegléden. Nem tudjuk megoldani, maximum enyhíteni tudjuk ezeket a problémákat. Még egy gondolat a közlekedésről, és akkor már az hatos számú választókörzetet érinti. Kiemelten fontosnak tartom a Kőrösi út, Déli út kereszteződésének a jelzőlámpássá tételét, hiszen egy rendkívül balesetveszélyes útszakaszról beszélünk. Ha priorizálni kell, akkor mindenféleképpen ez ott van az első helyek valamelyikén. Még akkor is, hogyha megépül a Ceglédet keletről elkerülő 441-est és 4-est összekötő út, akkor is nagy forgalmú lesz még mindig ez a kereszteződés. Ha jól tudom, itt már készültek kiviteli tervek, csak forrást kell találni ehhez is, ami nem lesz egyszerű, csak úgy, mint a választókerületünket érintő egyéb fejlesztésekhez, felújításoknál teljesség igénye nélkül mondhatom az Erdő, Madár, Damjanics vagy a Dezsőfi utca felújítását, vagy akár a Bátori utcai óvodának a rekonstrukcióját. Van még idő egy zárszóra, bőven van még idő. Egy dolog még akkor a közbiztonságról, az is a szűkebb pátriánkat, a hatos számú választókerületet érinti. Mindent el kell követnünk azért, hogy a rendőrség fel tudja számolni az utóbbi időben egyre jobban elterjedő kábítószer terjesztő pontokat. Sajnos ezt elég közelről, testközelből éljük meg. Úgy gondolom, ez is politikai hovatartozástól függetlenül mindenkinek az érdeke ebben a városban. Záró gondolatok? Akkor záró gondolat. 20 éve vagyok tagja, 25 éves Ceglédért Független Egyesületnek. Több választáson is megmérettem már magam, és így van rálátásom arra, hogy ez a csapat, amellyel jelenleg elindulunk jelöltjeinkben, megvan a szellemi potenciál, a tudás, az akarat, a hit ahhoz, hogy esetlegesen bekerülve a testületbe, egy még sikeresebb, még szebb és még jobb várost hozzunk létre. Amennyiben ezzel egyetértenek, kérem önöket, hogy június 9-én szavazzanak rám és a Ceglédért Független Egyesület jelöltjeire. Bányi Zsolt, köszönöm, hogy itt jött.